Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Kereskedelmi és Logisztikai Szakosztály mai közös programján, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság 61. vándorgyűlése alkalmából készítünk el, és hát a témánk az a kereskedelem és a logisztika alakulása, illetve azt veszük górcső alá a mai beszélgetés során, hogy az elmúlt időszak gazdasági eseményei hogyan hatottak a két terület működésére, eredményességére. A beszélgetés második részében pedig arról is fogunk szót ejteni, hogy a makrogazdasági kilátások tükrében a két terület hogyan készül, külön-külön és együttműködve is, hogy megbirkózzon a jövőben rájuk váró kihívásokkal. A mai szakmai program két részből tevődik össze. Az első részben dr. Kozák Tamás, ugye a kereskedelmi szakosztályunknak az elnöke, egyetemi docens tart egy high level összefoglalót a két területről, ahol bemutatja a nemzetgazdasági jelentőségüket, a jelenlegi trendeket, amik leginkább jellemzik a kereskedelem és a logisztika területét. A programunk második részében egy kerekasztal beszélgetésre invitáljuk Önöket, ahol a Tamás által felvetett kérdéseket fogjuk tovább elemezni és tovább boncolni, és ebben a beszélgetésben három beszélgetőpartner fog segíteni ugye eligazodni itt a trendek és a számok útvesztőjében. Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója lesz az, aki a makro számokkal segíti a mi munkánkat. Balázs Ildikó, az Osan vállalati kapcsolatok igazgatója a kereskedelmi oldal és a kereskedelmi területnek a kérdéseit fogja tudni behozni a beszélgetésbe. Tóth Szabolcs pedig a Waberer's gazdasági és stratégiai vezérigazgató helyettese, ugye a logisztikai szempontokat fogja megvilágítani. Én magam Laikó Ferenc vagyok, a Digilog Consulting ügyvezetője, független iparági szakértő és a logisztikai szakosztálynak az elnöke, úgyhogy akkor megkérném Tamást, hogy tartsa meg a prezentációját. Akkor nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Következő pár percben a válság hatása és kilábalási trendek a kereskedelemben és a logisztikában címmel prezentálom a kereskedelem főbb teljesítményeit. Ugye ennek a témának különös aktualitását adja a legfrissebb megjelent kiskereskedelmi forgalmi adatok, amely bár nem festenek rózsás képet, rendkívül fontos annak a megértése, hogy a fogyasztás hogyan befolyásolja, hogyan befolyásolta a kereskedelmi vállalatok forgalmának alakulását, de legalább ennyire fontos azt megértenünk, hogy a kereskedelem és a kereskedelmi ellátási lánc teljesítménye az hogyan befolyásolja a partnervállalatoknak a gazdálkodását, a piaci lehetőségeit. Következő pár percben egyrészt egy makrogazdasági szemléletű elemzésen keresztül szeretném bemutatni a kereskedelem hozzájárulását a bruttó hozzáadott értékhez, milyen szerepe van a kereskedelemben, az ellátási láncnak milyen szerepe van a GDP alakulásában. A bruttó hozzáadott értékhez történő hozzájárulást látjuk itt a kereskedelmi adatokat. Nagyjából 10%-kal járul hozzá a kereskedelmi ágazat a GDP-hez. Ez a feldolgozóipar után, amelyik nagyságra nagyobb 20%-ot meghaladó részesedést visel, a kereskedelem durván 10%-kal járul hozzá a GDP-hez. Az ingatlan ügyekkel kapcsolatos ingatlanfejlesztés, ingatlanforgalmazás, amely hasonló nagyságrendet képvisel. A szállítás, raktározás, nevezzük ezt most logisztikai szektornak, nagyságrendben 6%-kal járul hozzá a GDP-hez. Izgalmas kérdés, hogy a kereskedelmen belül a különböző alágazatok, területek hogyan befolyásolták a GDP-nek az alakulását. Hogyha a kereskedelmet szétbontjuk kiskereskedelemre és nagykereskedelemre, akkor azt látjuk, hogy a nagykereskedelem az elmúlt 10-valahány évben 1–2 százalékponttal nagyobb mértékben járult hozzá a bruttó hozzáadott értékhez. A kiskereskedelem sincs ettől nagyon távol. Ami érdekes, hogy 2019-ben a nagykereskedelmi hozzájárulás, a nagykereskedelemnek a GDP-hez való hozzájárulása az metszete találkozott a kiskereskedelmi számokkal. Nagy valószínűséggel itt már a Covid előtti időszaknak a hatása is érződött. A megértéshez hozzájárul, hogyha megnézzük azt, hogy az egyes vállalatok a teljesítménye, jövedelmezősége, eszközhatékonysága, termelékenysége hogyan változott az elmúlt 5 évben. Itt pár ezer vállalati adatot vizsgáltunk meg, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az eredmények reprezentatívak, tehát olyan képet mutatnak az ágazat alakulásáról, amelyek kapcsolatban már bátran vonhatunk le következtetéseket. Itt ugye mindjárt látjuk a nyereség szintet, a különböző szereplőknek, ellátási lánc szereplőknek a nyereség szintjei hogyan alakultak az elmúlt 5 évben. Itt ugye a legutolsó év, az a 2022 a legutolsó lezárt év. Ha csak a nyereség szintet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nagykereskedelem, amely az elmúlt években 10% fölötti nyereség szintet tudott, jövedelmezőségi szintet tudott produkálni, itt ugye adózott nyereségről van szó. Azért fontos az adózott nyereségnek a hangsúlyozása, hiszen azért a kiskereskedelemben az adók és a különadók jelentősen lenyomták a különböző, vagy az egyes éveknek a nyereség szintjeit. Ugye legalább ennyire izgalmas kérdés, hogy ezt a nyereséget, ezt milyen eszközzel értük el, tehát hogyan alakult a cégeknek a tőkearányos jövedelmezősége, amikor tehát a nyereséget, azt nézzük, hogy a nyereséget milyen saját erőforrással, saját tőkével tudták a cégek előállítani. Itt már kiegyenlítettebb a helyzet, a kiskereskedelem nagyságrendben a nagykereskedelemnek a szintjén van, és hogyha az elmúlt éveknek az alakulását nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a tőkearányos jövedelmezőség azért a különböző területeken növekedett, bár ugye a raktározás, főleg a raktározásnak a területén ott van egy visszaesés, ott ugye már a COVID előtti időszakban már érződik a visszaesés. Nagyon érdekes és fontos, hogy lássuk azt, hogy az elmúlt években milyen innováció történt meg az egyes szektorokban. Ugye ahogy az előbb elmondtam, itt alapvetően az ellátási lánc disztribúciós, logisztikai szolgáltató, illetve kiskereskedelmi szereplőinek az adatait látjuk, és hogyha a különböző területeket összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kiskereskedelemben az úgynevezett eszközfelhalmozás, tehát az innovációs tevékenység, a beruházási tevékenység az bizony elmarad a nagykereskedelmi, vagy akár az utolsó évek szállítási és raktározási adataitól. Hogyha az éveket nézzük meg, akkor azért azt viszont láthatjuk, hogy a kereskedelemben és a nagykereskedelemben azért egy viszonylag egy folyamatos erősödő innováció valósult meg, de azért nagy valószínűséggel, főleg a kiskereskedelemmel azért a Covid is éreztette a hatását. A beruházási, a befektetési tevékenység azért elmarad a kiskereskedelemben a partner ágazattól, tehát a nagykereskedelmi, illetve az utóbbi években a raktározás és a szállítási vállalatok teljesítményétől. Izgalmas kérdés, hogy hogyan alakult a termelékenység és a bevétel. Többször mondtam már a Covid hatást, hogy ha valahol eklatánsan jelentkezik a Covid-nak a hatása, akkor ez a termelékenységben, tehát az egyfőre jutó árbevétel alakulásában követhető nyomon. Ugye látjuk, hogy a kiskereskedelemnél 2019-ben, 20-ban a Covid hatására a termelékenység az csökkent. Ugye itt a kereskedelemben egyébként mi beleértjük a hagyományos bolti üzleti kereskedelmet, és ezek az adatok tartalmazzák az online kereskedelmet is. A nagykereskedelemben 21-22-ben már van egy jól látható javulás, és a raktározás, amely alapvetően a klasszikus raktározás és a szállítmányozási tevékenységet foglalja magába, itt 21-22-ben tehát már a növekvő GDP hatására a termelékenység is jelentősen emelkedett, illetve növekedett. Beszéltünk eddig jövedelmezőségről, beszéltünk eszközhatékonyságról, legalább ennyire izgalmas terület, hogy hogyan alakult a cégeknek a finanszírozása, a likviditása. Ugye itt az eladósodottságnál a hosszú lejáratú hitelekkel kapcsolatos adósságszolgálatot vizsgáltuk, és itt azt látjuk, hogy a kiskereskedelem és a nagykereskedelem az ellátási lánc, nevezzük ezt partner területeinél kedvezőbb eladósodottsági mutatókat produkáltak. A raktározás és a szállítás hagyományosan nagy és magas hitelállománnyal dolgozik, hiszen gondoljunk csak a magas eszközigényre, amelyet a raktározás, illetve a szállítás, szállítmányozás igényel. A likviditásnál már a rövid lejáratú fizetőképességet vizsgáljuk. Itt azért mind a kiskereskedelem, mind a nagykereskedelemben nyomon követhető egyfajta fejlődési tendencia, ami azt jelenti, hogy a likviditás bár kis mértékben, de évről évre javul. A raktározásnál és a szállításnál azért már ez a tendencia nem követhető ennyire eklatánsan nyomon. Hogyha ágazati szinten nézzük, és ugye ezekben a számokban benne vannak a KKV, tehát a kis közepes méretű vállalatok, illetve benne vannak a nagyobb vállalatok is, azért azt látjuk, hogy a likviditás kedvező képet mutat, tehát olyan nagyon kiugró, nagyon kritikus területeket nem tudtunk azonosítani. Nézzük meg ennek a vizsgálatnak egy másik szeletét, ahol megpróbáltuk különböző kategóriákba sorolni az egyes vállalatokat. A szakma előtt jól ismert, hogy a HVG-nek a több 500 legnagyobb vállalat adatainak évről évre történő feldolgozása. Megvizsgáltuk azt, hogy a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és a logisztikai cégek milyen részesedést képviselnek a top 500, tehát legnagyobb vállalatoknak a teljesítményében. A kiskereskedelemnek az adatainál azt látjuk, hogy 2021, a legutolsó rendelkezésre álló adatok, romlottak, tehát a legnagyobb vállalatok, a legnagyobbak között szereplő, a bajnokságban, az első osztályban szereplő vállalatok között lévő nagy cégek, nagy kiskereskedelmi cégeknek az adatai relatíve romlottak az előző évekhez képest. A nagykereskedelemben ez a fajta pozíció romlás már nem követhető nyomon. Ugye az első 500-ban a logisztikai szolgáltató cégek már kisebb részaránnyal szerepelnek, hiszen jellemzően a KKV kategóriába tartozó cégek aktívak a logisztikai szállítmányozási piacon. Ha azt nézzük, hogy az ellátási lánc partnerek a különböző létszám kategóriákban hogyan teljesítettek, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a mikrovállalkozások és a kisvállalkozások az elmúlt 5 évben Covid kihívása ide, Covid kihívások oda, de azért vették az akadályokat, hiszen mind a mikrovállalkozások, mind a kisvállalkozásoknak a bevételarányos nyeresége növekedni tudott. Ugye érdekes a kép, mert hogy ha azt nézzük meg, hogy a nagyobb cégek, és most a nagy kategóriát a létszám kategóriával írjuk le, ugye az 50 és mondjuk a 250 közötti létszámmal működő cégeknek a bevétel arányos nyeresége az csökkent, bár a 2022 köszönhető egyébként a 2022 főleg elején még növekvő GDP-nek, még tudták növelni a nyereség szintjüket, de a nagyobb cégeknél már egyértelműen pozíció romlás van, hogyha a bevételarányos nyereséget vizsgáljuk. Itt tehát a létszám alapján képeztünk egyfajta klaszterbontást. Hasonló képet mutat, hogyha a tőkearányos nyereséget nézzük létszám kategóriánként, tehát azt nézzük meg, hogy mondjuk egy forint saját tőkével mekkora adózott nyereséget tudtak kitermelni a cégek. Itt hasonló összefüggést látunk, mint az előző diánál. A kis cégek, mikrocégeknek, bár ugye a Covid hatás itt jelentősen, itt már azért jelentősen a hatásuk már nyomon követhető, de azért azt látjuk, hogy 2022-ben már a szállítás is, a nagykereskedelem is némileg tudta erősíteni a pozícióját, de hogyha nagyobb kategóriákat nézzük, tehát mondjuk a 250 fő fölötti cégméretet vizsgáljuk, akkor egyértelműen látjuk, hogy főleg a raktározásnál ezek a mutatók a logisztikai szolgáltatóknál romlottak. egyfajta összképet, ha szeretnénk levonni, vagy következtetést szeretnénk levonni, akkor azt mondhatjuk, hogy a kereskedelem és a logisztikai makrogazdasági súlya nem növekedett, és bár ebben az előadásban nem foglalkoztunk nemzetközi kitekintéssel, de azért azt elmondhatjuk, hogy a szolgáltató szektorba tartozó kereskedelmi logisztikai cégeknek a GDP-hez való hozzájárulása a fejlettebb gazdasági országokban ennél magasabb és ennél nagyobb. Hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor mindenképpen egy növekvő tendencia figyelhető meg, de ez valószínűleg, hogy már egy másik előadásnak a témája lehet ennek a részletesebb vizsgálata. Egy fontos következtetés, hogy a technológia és a fejlesztési ütemmel, főleg a kiskereskedelemben, de elmaradt a piaci átlagtól. Hogyha a mérleg adatokat nézzük, és hogyha azt vizsgáljuk, hogy a tárgyi eszközök vagy az immateriális javak hogyan növekedtek, magyarul, hogyan alakult a cégeknek a beruházási tevékenység az elmúlt 5 évben, akkor azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi cégeknél, ebbe beletartoznak a kisebb kategóriai, nagyobb kategóriai cégek, az innovációs tevékenység az nem erősödött. 2022-ben a kiskereskedelmi adatok romlottak, ugye ezzel kezdtem az előadásomat, hogy a ma napvilágra került kiskereskedelmi forgalmi adatok, amelyek ugye nem mutatnak túl fényes képet. A rossz tendencia, ezek a tendenciák már korábban is jelentkeztek, és ez a pozícióromlás a nagyobb méretű vállalatoknál még fokozottabban jelentkezik. Tehát ugye a klasszikus mondát egy kicsit kitekerve, ugye azt mondhatjuk, vagy tehetjük föl magunknak azt a kérdést, hogy a kisebbek azok tényleg nagyobbak lesznek, és amint azt látjuk a számokból, ugye a nagy cégeknek a relatív gazdasági pozíciója az romlott, tehát föltetjük azt a kérdést, hogy small gets bigger, big gets smaller, amelyre valószínűleg a következő, ennek a megértése, vagy a válaszadás, ez a következő beszélgetés fog minket segíteni. Köszönöm szépen! Tamás, köszönjük szépen a prezentációt, úgy gondolom, hogy igen érdekes, izgalmas összefüggésekre világítottál rá, hogy akkor egy kicsit a napi aktualitásokra evezzünk, ugye kijöttek a második negyedéves adatok néhány nappal, egy héttel ezelőtt a KSH-tól. Én úgy láttam ebben, hogy mind a kereskedelem, mind pedig a logisztika, pontosabban a záruszállítási teljesítmények azok, hogy az előző negyedévhez képest, az előző év hasonló időszakához képest nem mutattak túl jó képet. Éva, hogy néz ki a helyzet, miben kell dolgozni most a logisztikának és a kereskedelemnek? Igen, és milyen makrogazdasági feltételekre kell számítani. Tulajdonképpen ma már a júliusi kiskereskedelmi adat is kijött, és ez talán valami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek is, legalábbis annyiban mindenképpen, hogy azt látjuk, hogy júliusban folytatódott az a nagyon erős visszaesés a kiskereskedelmi volumen, amit az elmúlt hónapokban láttuk. Júliusban 8%-kal volt alacsonyabb a kiskereskedelmi forgalom, mint egy évvel korábban, és az egész 7 hónapot tekintve 10%-kal esett vissza a forgalom. Ez egy óriási visszaesés, nagyon-nagyon régen láttunk ilyet, és ami még aggasztóbb, az az, hogy az év per éves mutatók, tehát az adott hónap, illetve az előző év azonos hónapja összehasonlítása, az elfedi azokat a 12 hónap alatt, tehát ebben az időszakban történt változásokat, illetve azok irányát. Tehát lehetséges, hogy mondjuk az elején egy nagy fölfutás volt, és éppen egy lefelé menő szakaszban vagyunk, vagy fordítva. Itt azt látjuk, hogy gyakorlatilag tavaly márciustól, illetve áprilistól kezdve a kiskereskedelmi forgalom egyik hónapról a másikra annak a volumene szezonálisan kiigazítva hónapról hónapra csökken. Tehát gyakorlatilag volt tavaly márciusban a választásoktól enyhén szólva sem elválasztható módon egy óriási 5%-os kiugrás, ilyen is nagyon ritkán van, ilyen legutóbb az elmúlt 10 évben a Covid-válság kitörésének a hónapjában márciusban volt, amikor ugye pánikvásárlások voltak. 2022 áprilisától kezdve gyakorlatilag ebben a 17 hónapban csak 4 olyan hónap volt, amikor legalább stagnált, vagy egy icipicit emelkedett a forgalom. Jellemzően 1-2%-kal csökken. Tehát nem egy újfajta jelenségről van szó, hanem gyakorlatilag 2022 áprilisától folyamatosan hónapról hónapra zsugorodik a forgalom. És ez bizony nagyon aggasztó, mert egy tendenciát mutat, aminek még egyáltalán nem látjuk a végét. de hogy a feltételekről beszéljek, én készítettem erről egy ábrát, és azért kértem, hogy ezt mutassuk meg, mert szóban ezt nagyon-nagyon nehéz elmondani. Ezen az ábrán a jövedelmek, a bérjövedelmeknek az előző év azonos időszakához viszonyított indexe, illetve az infláció, tehát gyakorlatilag a kettőnek az eredője az a reál bérek alakulása látszik, és azt látjuk, hogy az elmúlt években, az elmúlt néhány évben gyakorlatilag egészen 2022 közepéig a bérek nominális növekedése jelentősen 2-3, sőt 5%-ponttal meghaladta az inflációját, tehát egy reál bér emelkedés történt. Na most ennek vége, 2022 közepétől vége, és látjuk azt a nagy puklit, az azt jelenti, hogy az infláció ilyen mértékben elszabadult, amit a bérek nyilván nem követtek. Tehát ennek következtében állt elő az a helyzet, amit azért minden hónapban, amikor kijön az új szám, hallunk, hogy ismét milyen jelentős reálbér csökkenés következett, gyakorlatilag a lakosság vásárló ereje csökkent. Na de ebből az is következik, hogy ha az év második felét ott szaggatottan látjuk, az már csak egy előrejelzés. A bérekre vonatkozólag nagyon bizonytalan, bár igyekeztünk, ugye ez egy kicsikét fölfelé megy, 16%-on áll most, év per éves alapon, ez 17-17,5-18-ra fölmehet az év végére. Az infláció lefutása viszont eléggé bizonyosnak tűnik, legalábbis a szakma eléggé egyetért, ugye itt látjuk azt a bizonyos decemberi 10% alatti infláció indexet. Viszont az is látszik, hogy meg fog fordulni, és a második évben már tulajdonképpen a reálbérek növekedni fognak, éves szinten, éves átlagban nem, de ha ezt a különbséget nézzük, hogy felbillent az év, az első fél évben nagyon jelentős reálbér csökkenés, a második fél évben reálbér emelkedés történik. Hogy erre a lakosság hogyan fog reagálni, ezt nem lehet tudni, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy ha az inflációban egy jelentős hónapról hónapra történő lejtmenetet látunk, azért még mindig magas. Tehát nem arról van szó, hogy árak csökkennének, csak már nem 25%-kal fognak nőni az árak, mondjuk mint januárban 26-tal majdnem, hanem csak 12-13-mal a bérek. Noha, tehát ez egy statisztikai adat, nem biztos, hogy a vásárló ez a statisztikát fogja megnézni, és azt mondja, na akkor most vásárolok, vagy éppen nem vásárolok. Minden esetre a feltételek makro szempontból, így az íróasztal mellől mindenképpen javulni fognak az év második felében. Ennek ellenére szerintem nem várható nagyon jelentős vásárlóerő növekedés. A második fél évben akár vásárlási hajlandóság, de 24-ben valószínűleg ez már azért érvényesülni fog. És hogyha megnézzük a másik ábrát nagyon röviden, ugye ha van egyfajta vásárlóerő, ez hogyan osztik meg? Ugye a pénzük egy részét az emberek a kiskereskedelemben, a bolti forgalomban költik el, körülbelül a másik felét, azt viszont másút, nem bolti forgalma, a szolgáltatások iránt, a közüzemi díjakban, a vendéglőben, a BKV-nál, stb. Mindenféle egyéb helyeken, és a kettőből áll össze gyakorlatilag a teljes fogyasztás. Na most ennek ellenére az elmúlt években egy elég jelentős, vagy szoros összefüggés volt a kiskereskedelmi forgalom és a teljes fogyasztás között, ugye, ahogy mondtam, a teljes fogyasztás az kb. Kétszer akkora, más tételeket is tartalmaz. Ezt látjuk, az egyik a piros, a másik a kék vonal, látjuk a válságnak, a Covid-válságnak a hatását, és ami nagyon érdekes dolog az elmúlt két negyedében, tehát 2023 első felében történt, az az, hogy a kiskereskedelmi forgalom, ahogy mondtam, óriási mértékben zuhant, ez a 7, illetve 10%-kal, ennek ellenére az összes fogyasztás nem. Illetve csak kevésbé, 3,2, illetve 3,6%-kal. Soha ilyen nagy gap a kiskerforgalom és az egyéb tételek között, a fogyasztás egyéb tételei között nem volt. Nehéz ma még megmondani, hogy tartós tendenciáról van szó, még az is fölmerült, hogy talán utóbb statisztikai revízióra is sor kerül. Minden esetre az látszik, hogy egyre erősebb az a tendencia, hogy a bolti forgalomnak egyre inkább nem csak a csökkenő reáljövedelmekkel, illetve most már talán enyhén növekvő, de egyik csökkenő reáljövedelmekkel kell megküzdenie, hanem a lakossági fogyasztás egyéb tételeivel is, amelyek növekednek. És a két mutató, a kék és a piros vonal az utóbbi két negyed évben eltéréséhez még azt hozzá kell tenni, hogy szintén konzultációm, és ugye logikus gondolkodás alapján is, ebben az is tükröződik, hogy a bolti forgalom, illetve bolti vásárlás elég nagy része terelődik át külföldre, a határ mentén. Most már nem csak Szlovákiában vagy Szerbiában alacsonyabbak az élelmiszerárak, hanem nagyon gyakran Ausztriában is. Tehát arról beszámolnak mindenféle jelentések, és ezt a KSH korrekció formájában figyelembe veszi, hogy igenis a nagyon magas infláció az a tény, hogy a magyar élelmiszer árak ettől a nagyon magas, gyakorlatilag 50%-kal emelkedtek másfél év alatt az élelmiszer árak, és ezek már nem fognak visszajönni. Ezzel együtt kell élnünk, ezzel az álszinttel, ami azt jelenti, hogy a magyar álszint nem igazán versenyképes a külföldiekkel, a határmentiek, a szomszédos országbeliekkel, és a forgalomnak egy része átterelődik külföldre, és ezt a fogyasztásban figyelembe kell venni, mert ugye a KSH-nak a jövedelmek, fogyasztás, megtakarítások egységét figyelembe kell venni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy külön kihívás, tehát a fogyasztás egyéb tétele, illetve a külföldre áramló bolti forgalom is egy külön kihívás, amivel a bolti kereskedelemnek meg kell küzdenie. Hát ez nem hangzik túl rózsásan, de reméljük, hogy azért ez a második fél évben prognosztizált reálbéremelkedés bekövetkezik, mert annak azért csak előbb-utóbb következménye lesz majd a vásárlóerőnek a növekedése is. Ildikó, hát logikailag most ugye az következne, hogy ebből mindebből a kiskereskedelmi forgalomban az Osan Magyarország mit lát, mit tapasztal? Először is a háztartási jövedelemekre reflektálnék így első körben. Ugye a kiskereskedelem tényleg az a terület, aki azonnal találkozik a fogyasztóval, rögtön kapunk egy hőmérőt azzal kapcsolatosan, hogy hogyan alakulnak a fogyasztói igények és a fogyasztói trendek. Én kettő témára fókuszálnék most első körben, az, hogy egyrészt, hogy a fogyasztók hogyan viselkednek most ebben a jelenlegi környezetben, és mik azok a külső környezeti hatások, amik most így a kiskereskedelmet erősen drive-olják. Azért azt lehet mondani, hogy a Covid időszak alatt azt gondoltuk, hogy egy nagyon nehéz időszak volt, de mégis azt gondolom, hogy egy kisebb zökkenőkkel, de nagyon gyorsan átálltunk a biztonságos áruellátásra. Ott azt vettük észre, hogy a fogyasztók inkább kevesebbszer jöttek és többet vásároltak, tehát sokkal nagyobb vásárlókosarat felé indultak el, és alapvetően, hogyha a csatornákat nézzük, akkor a hipermarket az ennek egy nyertes ágazata volt, hiszen ott a nagy légtér miatt sokkal biztonságosabbnak érezték a vásárlást a fogyasztók. Ott ezért a hipermarketeinkben azt lettük észre, hogy sokkal többször jöttek és szerették a vásárlók pont emiatt. Az inflációs helyzet egy teljesen új környezetet teremtett a fogyasztói szokásokba, ott inkább azt látjuk, hogy inkább többször jönnek és kevesebbet vásárolnak a fogyasztók, tehát teljesen megfordult a módszertan a fogyasztóknak, és nagyon tudatos vásárlást vettünk észre, tehát sokkal jobban megnézik azt, hogy mire költenek, vásárlólistákkal jönnek, és sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal tudatosabb vásárlást végeznek a boltjainkban. Ami a online és az offline kiskereskedelmet illeti, azért azt el kell mondani, hogy nagyon felgyorsult az e-commerce-nek az elismertsége, és látjuk azt, hogy a fogyasztók az olyan termékeknél, ahol ma a márkahűség, nagyon előnyben részesítik a házhozszállítást. Például az olyan termékek, amik az FMCG piacon, például a vegyi termékek, ott nagyon szeretik, hogyha megadott márkát szeretnek, azokat inkább online megvásárolják, egyszerűbb, viszont a tradicionális termékek azok, amik a zöldség, gyümölcs, egy hús vagy egy pékségtermékek esetében, ott azt látjuk, hogy ott még mindig a fizikális, tehát az offline vásárlás az, amit a fogyasztók nagyon szeretnek, és a Covid után igazán ez újból előjött az az érzés, hogy az a vásárlói élmény igénye, hogy újból fizikálisan menjenek a boltba és ott vásároljanak. De az inflációs hatása azért ez továbbra is azt mutatja, hogy inkább kevesebbszer jönnek a boltainkba, vagy többször jönnek és kevesebbet vásárolnak. A harmadik, amit ide behoznék, hogy a mostani inflációs környezetben a vásárló megtartása a legnagyobb fókusz most minden kiskereskedelmi hálózatnak, így az Osannak is. Hihetetlen, hogy milyen kreativitást tudunk beletenni abban, hogy hogyan szólítsuk meg a vásárlóinkat különböző bizalomkantokkal, kuponakciókkal, akciós kedvezményekkel, de azt látjuk most, hogy jelen pillanatban az árérzékenység az most hiperérzékeny lett, tehát még inkább figyelik a vásárlók az árakat, ami amúgy is nagyon jellemző a magyar fogyasztói társadalomra, de ez most még inkább felerősödött. Ezek inkább a fogyasztói oldalt, ha nézzük, viszont én behoznám azt a külső környezetet is, amiben most a kiskereskedők jelen pillanatban dolgoznak, ami azt jelenti, hogy egy nagyon erős rugalmasságot igényel a kiskereskedők számára, hogy a mostani piaci környezetben biztosítsák a folyamatos áruellátást, és tényleg zökkenőmentesen tudjanak működni. Tamás bemutatta, hogy a kiskerágazatban sajnos a tavalyi évnek a jövedelmezősége azért eléggé negatív irányba csapott át, hiszen olyan jogszabályi környezetbe kellett dolgoznunk, ahol napról napra kellett működésünken változtatni, és új jogszabályok jelentek meg, hiszen az első és egyik legfontosabb, hogy a hatósági árnak a bevezetésével, ugye 7 olyan termékcsoportnak volt kötelező hatósági árat alkalmaznunk, ami a rentabilitását a kiskereskedelmi hálózatnak eléggé megviselte. Ugyanakkor kaptunk egy 2 lépcsős kiskereskedelmi adó és extra profit adót. Először ugye a 2,5%-ról 2,7%-ra lett felemelve, és bevezetésre kerül egy élelmiszermentési központ, ahol a 48 órával előtti lejáró termékeknek a felajánlása kötelező a kiskereskedelmi hálózatnak, azoknak, akiknek 100 milliárd forint feletti bevétele van. Úgyhogy itt volt egy ilyen kiskereskedelmi adóváltozás, és ugye a másik, ami az extra profit adó, ahol 4,5%-os kiskereskedelmi extra profit adó lett bevezetve. Most ezekkel az adónemekkel, hogyha a szektorális adókat nézzük, a második legnagyobb befizető az a kiskereskedelmi szektor ezen a területen, úgyhogy ez egy elég komoly költségszerkezet változást hozott a kiskereskedelmi szektornak a működési költségeiben, mindazon mellett, hogy be kellett vezetnünk egy online árufigyelő rendszert, ami szerintem egy rekordalapú fejlesztés volt, hiszen 2 hónap alatt fejlesztettük le közösen a kormányzattal ezt a szoftvert, ahol 62 termék kategóriába nézi, szintén a 6 nemzetközi kereskedelmi hálózat, akik 100 milliárd fölött felett vannak, 62 termék kategóriában napi árakat kell küldenünk, hogy a fogyasztókat ezáltal tájékoztassuk, hogy hol mennyibe kerülnek ezek az alapvető élelmiszerek. Úgyhogy nagyon gyorsan kellett reagálnunk, ez a működésünket nagyon befolyásolta, és ezek mind olyan tényezők voltak, ami az is egy nagyon erős versenypiaci helyzetben még tovább fokozzuk a versenyt, főleg a fogyasztókért. Úgyhogy ezek a külső piaci tényezők is nagyban befolyásolták azt, hogy jelen pillanatban milyen kereskedelmi beszerzés és választékpolitikát folytatnak a kiskereskedelmi láncon. Hát nem lehet könnyű, hogy még bonyolódik is az üzlet ezzel a sok egyéb extra feladattal, miközben a forgalom csökken, az adók pedig nőnek, úgyhogy gondolom ez azért az eredményességre is komoly terheket ró. Hát visszacsatolva arra, hogy itt a volumen, ugye ez a logisztikát ez érdekli legjobban, hiszen azért az elsődleges kapcsolat a kereskedelem és a logisztika között az az, hogy a logisztika kiszolgálja, támogatja a kereskedelmet, különösen a kiskereskedelmet, hogy a fogyasztóknak hát ott legyen a boltok polcain minden termék, nem csak 67 termék kategóriában, hanem az összesben. De ez nem hangzott jól az elején, ez, hogy júliusban 8%-kal csökkent a volumen tavalyhoz képest, összességében egy 7 hónap átlagában, ha jól emlékszem, 10%-ot mondott Éva, hogy azért ez egy szabad szemmel is egészen jól látható volumen, ha most így kamionszámba vagy vagonszámba gondolkodunk, maradjunk a kamionnál akkor, Szabolcs, hogy élitek meg ezt az időszakot, mit tapasztaltok ebből a kiskereskedelmi forgalomból, gondolom azért mással is foglalkoztok, de elsősorban a kiskereskedelmi forgalomra koncentráljunk, hogy mit tudtok tenni ebben a helyzetben. Ugye a Waberer's csoport logisztikai infrastruktúrája lefedi teljes Európát, illetve Magyarországon piacvezető volumennel rendelkezünk. 3000 kamiont működtetünk, 300 millió kilométernyi futás teljesítményt hajtanak végre ezek az eszközök, tehát azt kell mondjam, hogy ezzel a mérettel talán egy reprezentatív mintát látunk arról, hogy az egyes iparágak, az egyes régiók milyen trendeket mutatnak. Ugye a fogyasztás, ahogy említetted, illetve a ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom az nyilván közvetlen hatással bír a logisztikai cégek eredményességére. Nagyon érdekes trendeket látunk, és itt az előttem szólók már részben vagy egészben mind említették. Az elmúlt évtizedekben, amikor konjunktúra volt, akkor ez egy általános trend volt. Amikor dekonjunktúrát tapasztaltunk, általános visszafogást láttunk a különböző iparágakban, tehát voltak jó évek, meg voltak nehéz évek, hogy így leegyszerűsítsem a képet. A 2022, illetve a 2023-as évnek az első fél éve egy jóval heterogénebb képet mutat. Azt tapasztaltuk, tapasztaljuk, ahogy az előbb elhangzott, hogy az egyes iparágak, illetve az egyes földrajzi régiók között rendkívül nagy eltérés van fogyasztás, volumen, megrendelésállomány szempontjából. Kifejezetten a kiskereskedelmi forgalom, a retail partnereinknek a nyújtott szolgáltatások, az elektronikai cikkeknek a forgalma, az FMCG partnereinknek nyújtott szolgáltatásokban a forgalom jelentős csökkenést mutat, míg mondjuk az autóiparban, gépiparban meg nagyon komoly növekedést, legrosszabb esetben is stagnálást látunk. Hát azt tapasztaljuk, hogy összességében nem csökkent a forgalmunk, viszont nagyon erősen kileng a különböző szektorok kapcsán végzett szolgáltatásunk. És még ezen belül is érdekes altrendeket látunk, és megint csak hadd reflektáljak az előttem szólókra, hogy a kiskereskedelmi forgalomban például az élelmiszer termékeknek a forgalma az talán kisebb mértékben csökkent, az non-food, tehát nem élelmiszer jellegű termékek esetében látunk egy jelentősebb csökkenést, és az élelmiszeren belül is talán a prémium termékeknek az árkategóriá, ebbe az árkategóriába tartozó termékeknél van egy jelentősebb csökkenés, átterelődött valahogy a mennyiség meg a forgalom a olcsóbb termékeknek a javára. Tehát rendkívül heterogén, rendkívül szenzitív reagál a piac ezekre a trendekre. Mi azzal próbáljuk ezeket a negatív hatásokat, illetve a folyamatosan változó piaci környezetet kezelni. Olyan túlélési stratégiákat követnek a logisztikai cégek, így a Waberer's is, hogy igyekszünk diverzifikálni, igyekszünk a erőforrásainkat úgy allokálni, hogy minél kisebb terhet kelljen okoznunk, minél kisebb áremelést kelljen végrehajtanunk mondjuk a kiskereskedelmi láncoknak nyújtott szolgáltatások területén azzal, hogy a fix költségeket jelentő erőforrásainkat azokra a szektorokra helyezzük át, ahol éppen konjunktúra vagy volumennövekedés van. Ugye nem összefüggés nélkül a fogyasztásra az inflációs hatások is nagyon komoly hatást gyakorolnak az eredménytermelő képességünkre. Itt is, hogyha az elmúlt évtizedekre gondolunk, akkor az volt a jellemző az iparágunkban, hogy egy évben egyszer, legfeljebb kétszer voltak árindexáló intézkedések, ugye jellemzően a legtöbb erőforrásunknak a költsége évente változott. Az elmúlt két év megtanított bennünket arra, hogy fel kell készülnünk arra, hogy folyamatosan és mindenféle előjel nélkül ad hoc változnak az áraink, ezeket azonnal reflektálnunk kell az árakban, ezeket a kihívásokat kellett az elmúlt két évben lekezelnünk. Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, pont a második negyedéves KSH reportban láttam, hogy ugye a kereskedelem mellett az ipari termelés is nagyon komoly visszaesés szenvedett el, ám de ezen belül az autóipar, az pedig ezzel pont ellentétes trenden, ha jól emlékszem, majdnem 16%-os növekedést produkált, és ha jól értem, akkor azokat a kamionokat, amikre a -10% miatt a kereskedelemben nem nagyon volt szükség mondjuk az elmúlt fél évben, akkor az például autóiparban használtátok, és nem eladtátok, vagy csökkentettétek vele a flottátokat, hanem más üzletekre mozgósítottátok? Ez a diversifikáció, amit alkalmaztatok? Abszolút, tehát ugye a logisztikai iparágban a túlélésnek az áloga az, hogy folyamatosan adaptívan kell reagálni a különböző környezeti kihívásokra. Ugye az autóipar valóban növekedett, oda tudtuk át hangsúlyozni az erőforrásainkat, allokálni az erőforrásainkat, de mondok még egy példát, még az autóipar sem homogén. Igyekszünk ugye a fenntartható fejlődés irányába mozogni, és mondjuk az autóipari szereplők közül is, illetve a megbízások közül is az elektromos hajtásláncok gyártóit részesítjük előnyben, amikor tendereken indulunk, illetve amikor priorizáljuk a projektjeinket. Igyekszünk azokat az üzleteket, illetve azokat az iparágokat megfogni, ahol talán konjunktúratrend található. És bízunk benne, hogy a kiskereskedelmi forgalom visszatér, és akkor vissza tudjuk helyezni az erőforrásokat és a hangsúlyokat erre a területre is. Ennek azért külön örülök ennek a hírnek és ennek az összefüggésnek, mert ugye a Covid-kor is volt egy nagyon komoly keresletcsökkenés. A logisztikai cégek jellemzően kapacitás leépítésre reagáltak, hiszen túlélésre játszott mindenki, vagyis eladtak kamionokat, csökkentették a vahonyaik számát, stb. És amikor a Covid után felpattanta az üzlet, akkor nem volt elég szállítóeszköz világviszonylatban sem, se konténer, se kamion, se semmi, és ugye ez a bizonyos supply chain disruption, vagy ellátási lánc szakadások történtek, és ez áruhiányokhoz is vezetett, ami ugye nem volt megint a gazdaság szereplőinek egyáltalán nem volt kedvező, sem a fogyasztóknak, sem a cégeknek, de akkor ezek szerint most erre nem kell számítani, tehát hogyha bejön az, amit Éva mondott, hogy akár a reálbérek emelkedhetnek, és a második fél évben megindul mondjuk a kiskerforgalom, akkor ezeket a kapacitásokat vissza lehet csoportosítani a kiskereskedelem kiszolgálására. Nagyon jó hír ez. Én reflektálhatnék még egy dolgot. Persze. Itt kicsit még egy a fogyasztói szokásokkal kapcsolatosan, ugye ez a mennyiségcsökkenés, ez ugye tavaly júliusban indult el, mi akkor elkezdtük detektálni a kiskereskedelmet, hogy elindult egyfajta lefelé vásárlás a fogyasztóknál, pont ez az inflációs hatásra való azonnali reakció, és láttuk, hogy mik azok a termékcsoportok, ahol azonnal vesztesei voltak ennek az inflációs környezetnek. Tehát láttuk azt, hogy például a zöldséggyümölcs fogyasztás drasztikusan elkezdett csökkenni például, mert a megnövekedett áraknál ugye vannak olyan termékcsoportok, főleg ezek a magasabb hozzátérdekű termékek, amiket utána azonnal elengednek a vásárlók, és azt láttuk, hogy kinyílt az olló, hogy elindult egyfajta lefelé vásárlás az olcsóbb termékek irányában. Vannak azok a termékek, amiket eleve megvesznek a vásárlók, mert van egyfajta intolerancia, érzékenység, vagy valami fajta márkahűség, de ez a márkahűség ma jelen pillanatban a felmérések alapján 6%. Úgyhogy ez a márkáknak egy óriási nagy feladat, hogy hogyan tudják fidelizálni a vásárlóit, és nekünk is kiskereskedőknek, hogy hogyan tudjuk magunkhoz fidelizálni a fogyasztóinkat, mert látjuk azt, hogy a keresetek azért nagyban meghatározzák a fogyasztói döntéseket, és nagyon gyorsan reagálnak, nagyon gyorsan hozzák meg a döntéseiket. Hát remélem, akkor bejön ez a fajta diversifikáció nálatok is. És hát akkor, ha most látjuk, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a kereskedelmi és logisztikai cégeknek, akkor nézzük, hogy milyen környezet várhat ránk az elkövetkező időben, csak azért mondom feltételes módban, mert azért mégiscsak forecastról beszélünk. Éva, milyen környezetre készüljünk? Még csak annyit az előbb elmondottakhoz, hogy valóban a COVID-járvány utáni visszapattanás idején a logisztikai szűk keresztmetszetek nagyon nagy mértékben járultak hozzá az első inflációs lökéshez. Tehát a világban azért kialakult, a magyar infláció az világbajnok, de azért mindenhol Európában, az USA-ban és a világban mindenhol emelkedtek az árak, és az elmúlt másfél évben, és ugye az első lökést erre pontosan ez a logisztikai kapacitás szűke adta, aztán jöttek az energiaárak és a többi is. Most átélve, hogy mi várható, én már részben az első ábrán azt igyekeztem megmutatni, hogy noha éves átlagban, ugye az év felbillen teljesen aszimmetrikusan, és noha éves átlagban még reálbér csökkenés lesz valamennyire, mert hogyha az infláció éves átlagban a 18% körül lesz, ez a mi előrejelzésünk, a piac is nagyjából körül van valahol. Valószínű, hogy az éves keresetemelkedések ezt nem követik, inkább 16% körül lehetnek. Ez nem egy olyan óriási, bár minden fillér számít a kereskedelemmel, mint vásárlóerő, de a második fél évben már ez kedvező lesz, és ahogy mondtam, szerintem arra nem nagyon lehet számítani, hogy a vásárlási kedv egy csapásra visszatér, vagy az a vásárlási magabiztosság, ami korábban jellemezte a vásárlókat, de azt mondom, hogy 2024-ben már jobb lehet a helyzet, és talán visszaállhat egy béke év, amikor nem csökken már a kereskedelmi forgalom, hanem nagyon-nagyon enyhén, ahogy szokott egy ilyen havi átlagban 0, valamennyi, az egy évre össze tud jönni, 3-4-5%-ra növekedhet. Ugye jövőre mi 6%-os inflációt várunk, ami még szintén nagyon magas, jóval-jóval magasabb, mint a környező országoké, de hát ugye a magyar infláció az eddig is másként működött, és hozzá kell tennem, hogy Ildikó említette ezt az extra profit adót, azt gondolom, hogy egy nagyon erősen inflatórikus környezetben, ami már tavaly az év közepén látszott, hogy iszonyatos erővel megy föl az infláció. Tehát ilyen havi 3-4%-okkal ilyen körülmények között pont azt az ágazatot megadóztatni, aki képzi az árakat, és aki felelős az árak karbantartásáért, és ahogy tetszik, kordában tartásáért, ilyen súlyos adóterhet, az teljesen illogikus, és tulajdonképpen nem is igazán érthető, ha jól tudom, ez az adó nem fog megszűnni jövőre, bár szó volt arról, hogy kivezetnék, ami azt gondolom, hogy továbbra is nagyon kedvezőtlen, és inflatórikus hatású. Ezt be kell látni, ezt a döntéshozók is gondolom tudják, de azt gondolják, hogy a költségvetési bevétel, amelyre szintén nagyon nagy szükség van, mert óriási hiányok tátonganak a költségvetésben, ez fontosabb, mint esetleg az infláció néhány százalékponttal való visszafogása. És akkor most még az utolsó gondolat, hogy azt látjuk jól, hogy a költségvetés nagyon nehéz helyzetben van. Már tavaly is abban volt, és idén a helyzet tovább romlik. A kiskereskedelmi forgalom óriási visszaesése miatt nem jöttek be az áfa bevételek. És lehetséges, hogy a vásárlók egy része határmenti forgalomban vásárolt, de abból egy fillér áfa nem folyik be a költségvetésbe. Úgyhogy most a mi számításunk szerint az első 8 hónapban csak az áfa bevételek időarányos alulteljesítése 700 milliárd forint. Tehát vártak 17%-os növekedést, és van 4-5%. Most ilyenkor a költségvetés mit szokott csinálni? Ha nem jön be a bevétel, akkor más adókat kell emelni, a kiadásokat már csökkentették, úgyhogy félő, hogy egyéb adóteher emelkedésen, ami szintén nem jó a kiskereskedelmek. Tehát akkor mindent egybevetve azt gondolom, hogy a 24-es év makro szempontból, makro feltételek szempontjából jobb lesz, de azért még nagyon sok mindentől terhelt marad. Hát akkor ebben azért van jó is, meg kevésbé jó is. Ildikó, hogy készültök a jövő évre? Nyilván most a szakmai titkokat nem árulhatod el, de ha a publikus stratégiai részt megemlíted, hogy mivel készültök, mire számítotok, és ez hogy finom hangoljátok a működéseteket? Az Osannak amúgy hosszú távú stratégiája van, mind a beszerzés, mind a kereskedelmet, mind a választékpolitikát illetően. Azért most ez az inflációs környezet egyértelműen arról fog szólni, hogy a vásárlóerőnek a megtartása. Tehát itt jelen pillanatban a fogyasztók felé való ár és az különböző akcióknak a kommunikálása lesz a fókusz az elkövetkezendő fél évben, hiszen most szerintem minden kiskereskedelmi piac vagy szereplő az küzd a fogyasztókért. Ezért mi nálunk körülbelül most egy olyan 3000 terméknek van tartósan alacsony ára, amit folyamatosan hirdetünk a különböző felületeinken, és hogy ezt a fogyasztóink jobban észrevegyék, mert nagyon fontos nekik az idő. Ezt látjuk, hogy a vásárlásnál például az időfaktor az egy nagyon lényeges szempont a különböző vásárlási csatornáknak a kiválasztásánál. Egy külön szignalizációt is bevezettünk, hogy lássák azok, hogy melyik azok a termékek, aminek ilyen rendkívül alacsony ára vannak és elérhetők a polcainkon. Ezen kívül pedig rengeteg olyan aktivitást találunk ki, amivel plusz a szolgáltatást, vagy plusz hozatértéket teremtünk a vásárlások során. Ilyenek például a bizalomkártya akciók, kuponos akciók, grátis termékek, tehát tipikus olyanok, amivel azt fogja érezni a vásárló, hogy ő többet kap azért a pénzért, amit ő most éppen el akar költeni. Úgyhogy ez a fő fókusz ebben az elkövetkezendő fél év és az elkövetkezendő időszakban. Az árimázs és a választási stratégiának az egyik legfontosabb része lesz az, hogy ezzel foglalkozzunk, és megerősítjük azokat a korábbi döntéseinket is, amit eddig meghoztunk már, amely a beszerzésünket érinti, hogy mi már kb. 10 évvel ezelőtt az ellátási láncot azt folyamatosan csökkentjük, tehát direkt a gyártókkal vagyunk kapcsolatban, és velük próbálunk megállapodni, és a közbülső szereplőket kizárni, hogy ezáltal is csökkentsük a beszerzési árainkat, hiszen ugye az egyik legnagyobb költség a kiskereskedelme a beszerzési áruknak az értéke, úgyhogy ezt a továbbiakban is fenntartjuk, és próbáljuk a lokális termékeket előtérbe helyezni, és a hazai termékeket előtérbe helyezni. Úgyhogy ezt tovább fogjuk folytatni, vagy amit megkezdtünk, ebben kitartunk. Úgyhogy ez a második ilyen részlet, és a harmadik pedig, ami az Osannak az egyik legnagyobb erőssége, hogy, hogy a nagy széles választékkal próbáljuk meg a fogyasztóknak megmutatni azt, hogy tényleg milyen választási lehetőségeik vannak, és mindenki a saját pénztárcához mérten próbálja meg tudatosan azokat a fogyasztói döntéseket meghozni, amivel azt fogjuk érezni, hogy elégedetten távozik a boltjainkból. Úgyhogy ez a három fókusz, és hogy a külső környezeket nem tudom megkerülni. Bízunk benne, hogy szeptemberben a hatósági áras kötelező akció az kivezetésre kerül, az már nagy könnyebbség lenne a kiskereskedelem számára. Mi nagyon szerettük volna például azt, hogy mondjuk amikor volt a hatósági ár, akkor a teljes ellátási láncon osztozna ez a veszteségen. Ez sajnos csak a kiskereskedelemnél csapódott le, és nem tudok elmenni amellett, hogy nem említsem meg, hogy itt a feldolgozóipar viszont egy nagyon rendkívüli évet zárt le 2022-ben, hiszen az ő eredményük az nagyon magas volt az azt megelőző évekhez képest. Tehát a hatósági áras veszteség az egy az egyben a kiskereskedelembe csapódott le, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a kötelező akciója hatósági áras termékeknek szeptember 30-án kivezetésre kerül, és hát az online árfigyelővel együtt kell dolgoznunk, de hát eddig is volt verseny a piacon, én azt gondolom, hogy most ez egy online formában még vizibilissé vált a kiskereskedelem szektor és a fogyasztók számára, ez tovább is fog erősödni fog, úgyhogy ez a kettő ilyen külső hatás van, és hát várjuk még a szépkártyának is alapvetően a megjelenését, a forgalomnak a bejelenését, hiszen most már, hogy ezt élelmiszer is föl lehet használni nyáron újból, úgyhogy bízunk, hogy ez a forgalom is megjelenik majd a kiskereskedelem, és egy kicsikét tömködjük ezt a hiányt, ami most így látjuk, hogy csökkent a volumen része, úgyhogy ezek a külső hatások azért még mindig itt vannak, és ezzel együtt kell dolgoznunk, úgyhogy bízunk benne, hogy ezeknek a megszűnésével elengedi a szabályozó, a jogalkotó, és hagy bennünket a piacon, piaci körülmények között versenyezni, mert egyszerűen olyan változások vannak, amikre nagyon nehezen tudunk gyorsan és érdemben reagálni. Hadd kérdezzem meg, hogy mindezeknek a figyelembevételével összességével jövőre magasabb volumenre számítotok, mint idén, vagy készültök, vagy hasonlóra? Tényleg számot nem kérdezek, csak úgy, hogy inkább mire számítson a Szabolcs például, és a Waberer's, hogy például kiskerforgalomban... Hát nincs nálam a jós gömb, hogy ezt meg tudjam mondani, de alapvetően a tervezéssel kapcsolatosan mindenféleképpen minimum nulla, de fejlődéssel tervezünk. Tehát az idei évhez képest igen, volumenben. Igen. Erre van esély szerintem is, mert ez idei év annyira rossz volt, hogy... Jó a bázis. Jó a bázis. Ebben az értelemben jó. Igen, Éva. És még egyet azért egy reflektás, hogy az áfa is. Azért Magyarországon, ugye most itt beszéltünk, hogy itt a környező, hogy elvándorlások voltak, azért a környező országokban nincs ekkora áfa. Tehát ez a 27%-os áfa sem segített ennek a kontra hazai fogyasztás és külföldön történő fogyasztásra. Úgyhogy azért ez a 27%-os áfa még akkor is, hogyha az FMCG-ben nincs mindennek, ugye van 18 és 5 kevesebb áfa van, igen. Azért ez még mindig egy nagyon szignifikáns áfa kulcs, amin nagyon sokat teszünk, és jelzzük a jogalkotók felé, hogy jól lehet csökkenteni például egy zöldség-gyümölcs kategóriába. Szabolcs, hát akkor azért pozitívak a kilátások, még ha mérsékelten is. Ti mire készültök a jövő évben? Kisker vonatkozásában, meg ugyan nagy kép, tehát általános logisztikai trendeket illetően. Mi napi szinten egyeztetünk, a 3000 ügyfelünkkel igyekszünk prognózisokat kérni, kapunk is, elemezzük. Ezek alapján próbálunk forecastokat készíteni a következő évre, de amit az elmúlt 3 évben megtanultunk, az az, hogy nincs az a prognózis, amit nem írna felül az élet. Én továbbra is abban hiszek, hogy olyan üzleti modelleket kell működtetni a logisztikai cégeknek, még felkészülnek bármilyen trendváltozásra. Nyilván egy általános visszaesést, egy árcsökkenéssel kombinált általános volumencsökkenést, azt, mint a Covid idején senki nem tud lekezelni, de hogyha megfelelő üzleti modellt és stratégiát követünk, akkor azt gondolom, hogy lehet ezekre a kihívásokra válaszolni. Összességében mi is azt gondoljuk, hogy a volumenek vagy szinten maradnak, vagy növekednek, viszont az, hogy melyik iparág lesz ebben a vezető, melyik fogja kisegíteni a többit, ahogy ugye 2023-ban az autóipar konjunktúrája jelentett egy mentőövet nekünk, hogy melyik lesz ez az iparág jövőre, illetve a kiskereskedelmi forgalom ebben a listán hol fog szerepelni, azt én előre nem tudom megállapítani. mi arra készülünk, hogy ne terheljük egyik partnerünket se a fix költségeinkkel, tehát igyekezzünk a különböző hangszereken úgy játszani, hogy a teljes erőforrásainkat optimálisan allokáljuk. Ez a kihívás, és én azt gondolom, hogy minden cégnek meg kell találnia azokat az erősségeket, amire fókuszál, úgy kell pozícionálnia a saját cégét, hogy ott a saját képességeinek megfelelően alakítsa a stratégiáját. Mi abban gondolkodunk, hogy egy nagy vállalat, egy tisztán és fehéren működő vállalat csak akkor tud előre jutni, hogyha megfelelő magas minőségű szolgáltatást nyújt, hozzáadott értékű szolgáltatásokra teszi át a hangsúlyt. A fenntarthatóságot nagyon fontosnak tartom, hogy azt gondolom, hogy a jövő a zöld szolgáltatásokban rejlik, és ezeken a területen tudunk erősíteni. Ezek azok a szegmensek, ahol a belépési korlátok, illetve az infrastruktúra igény az egy fenntartható, sikeres működést tesz lehetővé. És összességében akkor jövő évben terveztek flotta bővítést, vagy inkább a stagnálás valószínű? Mi az, ami most a fejetekben, így kapacitás illetően? Őszintén szóval a tender szezonunkat sikeresen zártuk, nagyon komoly volumeneket nyertünk el a partnereinktől, ami arra késztetne minket, hogy jelentősebben növeljük a flottánkat a mai állapothoz képest. Viszont voltak rossz éveink, láttuk már ezt a szektort nehezebb időszakokban is, tehát itt óvatosságra intenek a múltbeli tapasztalatok, inkább visszafogjuk a növekedésünket, egy enyhe és folyamatos növekedést tervezünk, de azt a meredek növekedést, amit esetleg egy rövid távú pozitív piaci visszajelzés indukálna, azt nem követjük le. Itt igyekszünk partnerekkel, alvállalkozókkal együttműködni, hogy a igényeket ki tudjuk elégíteni, viszont ne legyen nagyobb kitettségünk a flottánkkal kapcsolatban. Nem tudok elmenni amellett, hogy azt nem említsem meg, hogy az Osan a Waberersszel dolgozik együtt. És mindenki a legjobbat válaszol, mi a legjobb vevőkkel dolgozunk együtt. És hát azért a vállalatoknak a CSR politikáját is szeretném megemlíteni, amiben most ugye teljes kamionflottánkat cseréltük, és így az átlag életkor másfél évre csökkent, úgyhogy mi azért egy hosszú távú politikában gondolkodunk, és nem csak a jelenben, úgyhogy tényleg felelős kiskereskedelmi hálózatként szeretnénk itt jelen lenni, és ezt így a partnereinkkel, ez ilyen közös együttműködésekkel azt gondolom, hogy előremutató magatartást tudunk mutatni. Hát ez egyébként bizonyára jókor jött ez a flotta frissítés, mert ugye a jövő évi UDI emelési terveket figyelembe véve egyébként valószínűleg az újabb, modernebb, kevésbé szennyező járművek egyébként hát mondjuk úgy, hogy szerényebb emelést fognak kapni, de hogy átvezessem a témánkat, akkor ugye eddig alapvetően a kiskereskedelem és a logisztikának a volumen összefüggéséről beszéltünk, tehát ugye a kiskereskedelemben megjelenő volument, ezt a logisztika támogatásával juttatjuk el a boltokba, onnan ugye a vásárlók majd a saját logisztikájukkal ugye hazaszállítják, hazafuvarozzák, de hogy van ennek egy másik aspektusa, ami ugye visszafele hat, azok pedig a logisztikai költségek. És amit most itt iparági szakértőként látok jövő évre, vagy hát vizsgálunk, és hát a Nithanger és az MKF is, ugye a két érdekvédelmi szervezet már erről sokat cikkezett, hogy eléggé rosszul néz ki a jövő év költségek szempontjából. Ugye tervben van egy 40 forintos jövedéki adóemelés, aminek hát nem nagyon igényelhető vissza, csak egy nagyon pici része, tehát ez majdnem teljes mértékben költségnövekedés, ami már szabad szemmel jól látható áremelést kell, hogy indukáljon a fuvarozó cégeknél, és hát ugye már most biztos, hogy legalább 17%-kal, 17,6%-kal nőnek a hazai útdíjak, és ezen felül még ugye a struktúrája is megváltozik az útdíjaknak, ugye bevezetik ezt a külső díjat, vagy externális költséget, ami ugye a környezetvédelmi, vagy a szennyezéshez kapcsolódik. Vannak, akik úgy kalkulálnak most, hogy akár 20-30%-os fuvardíj növekedést is okozhatnak ezek a brutális emelések. Én még azért ezt nem számoltam ki, tehát ez nem az én véleményem, csak mondjuk úgy, hogy nem 3%-kal kalkulálnak, hanem akár kétszámjegyű emeléssel is, hogy egyébként ez milyen hatással lehet egyébként a kiskereskedelemre, hogyan kezeli majd ezt a közúti fuvarozási szakma. Ugye most mindenki azt mondja, nagy hanggal, hogy semmi gond, vagy hát nem semmi gond, de hát majd megoldjuk a problémát, mindent áthárítunk ugye az ügyfeleinkre, és ez ugye logikusan is hangzik, aki ezt távolról nézi, de hát ez nem így működik. A közúti fuvarozás az egy borzalmasan versengő piac, megszámlálhatatlan versenyző, ugye verseng a jó ügyfelek, meg még a kevésbé jó ügyfelek kegyeiért, tehát ott nem úgy van, hogy egy az egybe át lehet hárítani, mint mondjuk a légitársaságoknál mondjuk a kerozin felárat. Hogy lehet ebből kihozni egy jó partnerséget, egy jó együttműködést, hát mert nyilván ha a fuvarosok veszteségbe csapnak át, akkor előbb-utóbb kapacitást csökkentenek, ha meg mindent áthárítanak, akkor újabb inflációt, újabb kiskerforgalom volumen csökkenést generálhatunk. Mit gondoltok erről? Én azt gondolom, hogy ezzel az áruellátásnak a kérdéskörét feszegeti. Itt nagyon fontos lesz, hogy tényleg milyen gyakorisággal és hogyan történjen a kiszállítása a kiskereskedelmi hálózatoknak, hiszen mi most a boltjainkban naponta szállítunk ki az áruházakban, napi kiszállítás van a logisztikai központból, viszont a beszállítóink sem minden esetben naponta jönnek, hanem van, ahol egyszer, kétszer, hetente, háromszor. Tehát az áruellátásnak és a supply chain-nek a fókusza az, ami meg fog erősödni, az, hogy szerintem ezt újra átszámolják, hiszen ezek akkora mértékű költségek lesznek, ahogy te is mondtad, nem lehet mindent áthárítani egyértelműen a fogyasztókra, mert azok újabb infláció hatások vannak, és még nem csak ezek vannak, meg kell jegyezni, hogy van az IPRD, a DRS-nek a díja, a betétdíjnak, ugye a hulladékkezelés, tehát ugye nekünk még sok-sok minden egyébbel kell kalkulálni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a logisztikával kapcsolatban az áruellátásnak az újra tervezése lesz egy nagyon fontos, és a másik, amit már így az előbb is említettünk, hogy a forecast az nagyon fontos lesz, hogy hogyan forecastáljuk mi a várható fogyasztásokat, mert ez befolyásolni fogja ugye azt, hogy utána az hogyan lesz annak a kiszállítás és annak a szállításnak a tervezése. Nálunk automata történik a termékeknek a rendelése, úgyhogy itt ezeknek a folyamatos paraméterezése, napi szinten történő finomítása fogja meghatározni azt, hogy majd tényleg ezekben milyen mélységig kell majd belenyúlni, és újra kalibrálni az áruáltási folyamatunkat, úgyhogy a supply chain, mint egy szakma, még inkább erőteljes lesz szerintem, és a létfontosság az még inkább igazodni fog ehhez. Szabolcs? Ugye csak egy nagyon rövid edukáció, a logisztikai költségeknek a közúti fuvarozásnak nagyjából az egynegyedét teszik ki az üzemanyagköltségek, közel egy másik egynegyedét az útdíjak, és akkor a maradék fele az a személyi ráfordítás, tehát a kamionsofőröknek a költsége, illetve az eszközköltség. Tehát látható innen is, hogy a felét teszi ki a teljes költségnek az UDI, illetve az üzemanyag. Ezeken a területeken, hogyha jelentős költségváltozások jelennek meg, az nyilván közvetlenül megjelenik a szolgáltatás díjában. Ugye itt a Tamás előadásában is láthattuk, 4-5%-os, jó években 4-5%-os marginnal dolgoznak a logisztikai cégek, hogyha baj van, akkor ez akár negatívba is csaphat, tehát nem sok mozgástér van. Egy biztos, hogy a hatékonyságra, a folyamatos optimalizációra nagy hangsúlyt kell helyezni, ezt eddig is így tettük, talán az elmúlt években látható az a trend, hogy most már ügyfelekkel is közösen gondolkodunk, és folyamatosan próbáljunk közösen optimalizálni, hogyha az ellátási lánc mentén ezek az együttműködések megtörténnek, akkor még nagyobb szintre lehet helyezni a hatékonyságot, de ilyen mértékű költségemelkedések azok nyilvánvalóan nagyobb vagy kisebb mértékben, de átkerülnek a szolgáltatás díjába. Próbáljuk mitigálni ezeket a hatásokat, az előbb általad is említett differenciált UDI struktúrának köszönhetően a Euro 6-os motorral rendelkező járműveknek alacsonyabb lesz az útdíja, alternatív hajtásláncok esetén lehet megtakarítani. Nyilván nagyobb távolságra érdemes erről beszélni, de a vasúti kombinált fuvarozásnak a megoldásai tudnak még részleges sikereket ezen a területen elérni, de általánosságban nyilvánvalóan ez egy jelentős költségemelkedés jelent. Összességében azért azt látom, hogy bármilyen nehézséget is gördít az élet, illetve a gazdasági környezet azért a piaci szereplők elé. A túlélési vágy, az intelligencia, meg a kooperáció, tehát ügyfél és szolgáltató közötti együttműködés azért még mindig rejt olyan potenciálokat, amikkel igenis föl lehet venni akkor a kesztyűt, és lehet nyerni. Én ezt olvastam ki most a mindkettőtöknek a válaszaiból, úgyhogy ezért bízom benne, hogy mindkét cég, akik a maga területén ugye piacvezető, az tényleg nyertesen jöhet ki a válságból. Ugye ez egy általános mondás, hogy aki odafigyel, aki ügyes, aki jókor lép, az egy válságnak a nyertese is lehet, de hát nyilván mindig vesztesek is vannak, mert ez olyan, mint a kaszinó, hogy azért valakinek veszteni kell, hogy mi nyerni tudjunk, tehát azért bízom benne, hogy ti a nyertesek között lesztek. Köszönöm szépen a figyelmet és a segítséget. Évának, Ildikónak, Szabolcsnak és Tamásnak a hasznos szakmai tudást és itt a beletett munkát. Bízom benne, hogy a hallgatók is érdeklődéssel tudtok velünk tartani ebben a 60 percben, és abban még jobban bízom, hogy személyesen fogunk tudni találkozni akkor szeptember végén az MKT 61. vándorgyűlésén. Akinek esetleg itt a beszélgetéssel kapcsolatban kérdése lenne, vagy észrevétele, engem személyesen biztos megtalál a vándorgyűlésen, úgyhogy keressen meg, és akkor át fogjuk beszélni, és igyekszem válaszolni. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes napot mindenkinek!